reggelt, kedves mindnyájuknak! Gyülekezzenek a színpad elő! Várja magukat a Bözsi néni, meg a megnyitónak el kéne kezdődeni! Gyertek, gyertek, legyetek olyan kedvesek, mert ilyen drága invitálást még életemben nem hallottam. Hát az van, hogy aki nem ér ide időbe, azért Bözsi nénit fogjuk elküldeni, és azt én nem várnám meg. Tehát, hogyha azt figyelj, itt, hogyha valakit Bözsi nénétek tarkon ragad, akkor abból csak a baj lesz. Úgyhogy jobb, ha a figyelmeztetés után idejöttök, és meg tudjuk nyitni a második Böllér BL-t itt Héhalomban. Tavaly 2015-ben megkeresett egy héhalmi lakos, hogy neki van egy olyan ötlete, hogy szeretne csinálni nagyon régóta Böllér Fesztivált, vagyis hogyha szeretné, hogyha megcsinálnánk mi is, de eddig nem volt foganatja, nem tudott olyan polgármester találni, vagy olyan vállalkozót, aki ezt megcsinálná. Mikor én ezt meghallottam, akkor egyből elkezdett érdekelni ez a dolog, ezért én nagyon sok Böllér Fesztiválra elmentem, és megnéztem, hogy ha máshol hogy zajlanak ezek a fesztiválok. És nagyon megtetszett, és eldöntöttem, hogy akkor mi ezt bevállaljuk, és meg fogjuk csinálni a Böllér Bajnokok Ligáját, ami azt jelenti, hogy az ország több területén van Böllér Fesztivál, onnan a nyerteseket meghívtuk ide erre a fesztiválra, mivel hogy ez a évadnak a vége már, mert a téli időszakra megy mindig a évad a böllérkedésnek, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor egy ilyen záró rendezvényt csinálnánk, és ezért lett Böllér Bajnokok Ligájának a rendezvénynek a neve, és aki ezt a versenyt megnyeri, az egy évig Magyarország legjobb böllére. A böllérverseny tavalyi statisztikájához összehasonlítva az ideivel megállapítható, hogy közel 20%-kal nagyobb volt a résztvevő csapatok száma. Sokszínűbb lett, nagyobb lett, kiterjesedett ez a verseny, voltak egész profik, kimondottan voltak olyanok, akik tényleg csak idézőjelben, mint műkedvelők, de nagyon nagy szorgalommal, nagyon nagy igyekezettel. És ami nagyon fontos ebben a szakmában, amikor állattal bánunk, állatot dolgozunk fel, hogy megfelelő szakmai alázatossággal nyúljunk ahhoz a késhez, ahhoz a termékhez, amit előállítunk, és sugározzék belőle az a szeretet, amivel ezeket a dolgokat elkészítjük, mert ez így történik, akkor már olyan nagyon nagy baj nem lehet. Az általános böllérnek a munkájához én úgy vélem, feladata nyilvánvaló, hogy az állat szúrása, elvéreztetése, az utána való feldolgozás. Hát mivel böllérről beszélünk, nyilvánvaló, hogy egy tradicionális hagyományőrzésről beszélünk, hisz az egész verseny, az egész fesztivál erről szól, hogy hagyományőrzés. Visszahozni azokat a műveleteket, azokat a darabolásokat, a sertéshez való viszonyulást, amit nagyapáinktól, őseinktől, apáinktól kvázi megtanultunk, jelenjen meg itt ezen a fesztiválon. Arra fókuszáltunk az értékelés folyamán, hogy maga a hagyományőrzés hogyan jelenik meg. Jó volt elmondani a véleményemet,
volt, aki megköszönte, volt, aki azt mondta, hogy el se tudta volna képzelni, hogy ilyen is van. Nem nagy dolgokról kell szólni, de az emberek között látni a csapatok szemébe a csillogást, látok egyre több fiatal a csapatoknál. Volt olyan, hogy ott volt az idősebb hentes, és büszkén mutatta be kvázi a lányát, aki hentesként dolgozik, és már ő a harmadik generációs hentes a családban, és lány. És nekem ez egy jó eső érzés volt, hogy van utánpótlás, van folytatás. Sziasztok! Honnan jöttetek? Bujákról. És várjátok az esti koncertet? Igen, várjuk. Jó, és kóstoltatok valamelyik udvarban valami finomságot? Igen, be is voltunk nevezve. Karácsony és speciális mentőknél voltunk, csapatként voltunk benn. Más udvarban esetleg? Hát átmentünk, de az nem volt a jó, mint a milyenké. Kóstolgatni voltak? Igen, voltunk, és üttünk is az a kaját belőle. És melyik ízlett a legjobban? Nekünk a kecskehúsi és a kisbágyoni kaja. Nagyon finom volt mindegyik. Mit választottatok? Hát minden finomságot, karajhúst, kolbásszal töltve és sulkát. Jó. És más udvarban voltatok esetleg már? Csak szétnéztünk, de mindenki ezt ajánlotta, úgyhogy ide jöttünk. Hát az igazi disznóvágás az asszonyok számára kezdődik már napokkal előtte, hiszen megpucoljuk a fokhagymát, előkészítjük a belet. A mi vidékünkön paradicsomba szoktuk áztatni, ez szerintem vidékenként változó. Aztán, amikor ugye ez a fogópálinkával az erőt, a bátorságot a férfiak összeszedték, akkor mindenféleképpen, tehát barátságos módon mindig a gazda szokott menni, tehát akit ismer az állat, vagy a gazdasszony itt felénk, az mindenképpen kukoricával, vagy akár a szavával, ugye attól függ, hogy mennyire állt közel hozzá az állat, az kicsalogatja az ólból, és aztán ott két-három ember ugye rá hemperedik, megfogja valamilyen módon, és kell egy nagyon ügyes embernek lenni, aki egy nagyon éles késsel leszúrja. És aztán, amikor ugye vége van a szúrásnak, kezdődik a feldolgozás. Közben már a kondérokba melegszik a víz, és akkor itt külön várik már a munka. A férfiak ugye bontják a hízót, az asszonyok egy kis teknőbe a belet ugye megkapják, és aztán elviszik ezt a belet az udvarnak a leghátsó részébe, hogy ugye a tiszta hússal, az étkezni való hússal ne érintkezzen, és ott kipucolják. Mert még a belet tisztították, szétválasztották az emberek a húsokat, melyik való az ebédhez, melyik való káposztába, melyik a torilevesbe, és aztán utána elkezdték szépen formálni a húsokat. Közben föltették, ugye, ami előbb már mondtam, hogy van melegvizünk, akkor bele elkezdték rakni azokat a belsőségeket, ami pedig a hurkához, a lágy részeket, ugye, amit főzni szoktunk, ezt az abárlébe beletettük. Mi felénk nem szoktunk tenni, csak egy kevés sót, meg esetleg egy pici majoronnát a abárlébe, és amikor megfőzték ugye a rizst ennek az abárlébe, akkor a ledarált belsőségekkel a rizst összekeverték. Ez ugye az egyik legfinomabb része a disznóvágásnak. A másik legfinomabb része a kolbász. Erre ugye már a színhúsok, meg a zsiradékoknak is az arányára ügyelni kellett mindig, mert a nagyon száraz kolbász se jó. Még egy nagyon fontos része van a disznóvágásnak, ami a töltelékáruk körébe tartozik, az pedig a sajt. És ez alatt pedig már a gazdasszonyok főzik bent délben, a mi vidékünkön szoktunk nagyon finom fokhagymást hússütni, amit csak fokhagymát és borsot teszünk rá, általában az oldalast, ezeket a porcogós részeket, ez nagyon finom sóba vízbe krumplival megfőzzük, és aztán a nap fénypontja pedig este a disznótor, amire föl a finom torileves, káposzta, és ugye mindenképpen sütünk kóstolót a hurkából meg a kolbászból.
Tiszacsomáról végeztünk, Kárpátaljáról, és testvérebből is vagyunk. És tavaly is voltatok már? Tavaly mi nem voltunk, az idén vagyunk elsőnek. Igen. És mivel készültetek különlegességgel? Különlegességgel? Saslikkal. Ezzel a tárcsával, amivel süssük a húsokat. Szalmával perzseltük a disznót. Ez különlegesség nálunk, egy hagyomány. És nem használunk a disznóvágásnál fűrészt, csak bárdot, mindig az öregek, ahogy tanultam anyapánktól. De azt, hogy lehet nagyjából tudni, hogy miből fogyott a legtöbb? Kurta kolbász, mert még káposzta, még levesünk még mindig van. Ez egy nyugdíjas klub, aki itt kiszolgál. Ez a Hihalmi Nyugdíjas Klub, vállalta fel a főzést és a vippeseknek az ellátását, valamint besegítettünk ide a jegyes kajákhoz is. Mi volt a nap fénypontja? Hát elmentünk a sátorhoz és megnéztük a táncosokat. Nagyon ügyesek voltak. Nagyon kis óvodások is, és a iskolások táncoltak. Itt. Mi volt különös specialitásuk, amivel készültek? Hát a déli hús, meg ez a tepsis káposzta. Meg még nokedlink is volt, pörköltel, az is volt. És mi volt a tapasztalat, hogy miből fogyott a legtöbb? Hát a káposztát is elég jó vitték. Kuhurka, kolbász. Ezeket. Elnézést, urak, finom a pálinka? Nagyon finom, a legfinomabb pálinka. A Guszti saját termés otthonról, Nagylócból származik, saját főzés, házi pálinka. Akkor többet tud róla mondani. Hát az az igazság, hogy ma még haza kell mennem valahogy. Hát mi nekünk is. Sárga csikó, sárga csikó, sejem, nyerek, nem ül arra, nem ül arra, minden gyerek, aki pedig felül abba a nyerekbe, a szakmaiság mellett, ami a bőlérek versenyét illeti, és ahol mesterszakácsok bírálják el a készítményeket, és nem utolsó sorban természetesen a megjelenő vendégek, nagyon fontos más események is zajlanak, nem a háttérben, hanem párhuzamosan. A legfontosabb, amit elsőként szeretnék említeni, hogy itt nem csak eszemiszom van, hanem a résztvevők segítségével és adományozók segítségével a Dévai Szent Ferenc alapítványt próbáljuk támogatni. Ez a tiszta bevételből történik az önkormányzat részéről, valamint a Béteg ZRT ad át 1 millió forintot Böjte Csaba ferences atyának a mai napon. Ugye gondolom, hogy a sízés az egy jó dolog. Ennek ellenére, ha kimenk egy sípályára, látunk, aki nagyokot esik. Persze, hogy egy buta ember azt mondja, hogy ja, milyen hülyeség ez a sízés. Igazából csak azt kellene mondja, hogy az illető nem tanult meg sízni. A fekete pályára felment, és összetörte magát. A sízés önmagában egy csodálatos dolog. Repülni ég és föld között, szép dolog. Ugyanazt gondolom a családról is. A család, mint intézmény, egy csodálatos dolog. Persze azt látom, hogy nagyon sok ember hát az alapokat nem tanulja meg, a 10 parancsolatot. Ütik, verik egymást, rosszul adják elé. De nagyon buták lennénk erről, azt mondanánk, hogy a házasság, a család intézményei rossz dolog. Ők rosszul csinálják, az igaz. De önmagába véve annál szebb dolog nincs, mint egy nő, drága férjét szereti, egymás kezét megfogják, váll a váll mellett, egymásból a legjobbat kihozzák, együtt tudnak álmodni, tervezni, gyermeket vállalni, belakni azt a kört, ahol ők élnek. Szerintem a házasság ez egy csodálatos dolog, Isten egyik legdrágább ajándéka, és ne keserítsen el az, hogyha azt látjuk, hogy valaki rosszul éli meg a maga házasságát. Az intézményt nézzük, házasságot, magát. Thank you.
fontos kihangsúlyozni, hogy egy fantasztikus kezdeményezés indult el itt Nógrád megyében. Egyelőre 13 település, de ezek száma folyamatosan nő, és 112 gazda állt, fogott össze azért, hogy helyi közösségi gazdaságfejlesztést valósítson meg. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy a konyhakertektől, tehát a legkisebb termelési formától egészen a kis, közepes, nagyobb üzemekig egy teljes láncot, gazdaságfejlesztési termékláncot tudjunk kidolgozni és sikerre vinni. Itt a helyi termék van a központban, ez annyit jelent, hogy a helyben megtermelt zöldség, gyümölcs és a helyben előállított élelmiszerek helyi márkát tudnak kapni. A hazai agrárpolitikának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a helyi termelőket bejuttassa a helyi közétkeztetésbe. Ez mit tesz? Elindult már a Mintamenza program. A Mintamenza programnak az a célja, hogy minél egészségesebb, minél természetesebb élelmiszerek kerüljenek be a közkonyhákra. Hát ezt miből másból lehetne nyerni, megszerezni, mint a helyi egészséges termelőknek az élelmiszereivel. Tehát itt van egy csodálatos csatorna, egy csodálatos piac a helyi termelőnek, a helyi piac, a helyi közétkeztetés, a helyi boltok. Tehát mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy a helyi fogyasztó helyben tudja megkapni ezeket a helyi termékeket, ami a világ legtermészetesebb dolga. Az a rendes iparos, aki mindig italos, én sohasem részek. Az a rendes iparos, aki mindig italos, én sohasem részek. Rendes ember ott vagy minden csapat, apos, apostába törni el az egész napot. Az a rendes iparos, aki mindig italos, én sohasem. Magam. Külön jó hangulatot teremtett itt a Bujákiaknál, hogy saját zenekaruk volt, olyan jó kis falusias lagzis hangulatot teremtettek, egy kicsit a lábunkat is megmozgatták. A Böllér, aki a hurkát töltötte éppen szinte ritmusra, táncos lábakkal, ezt külön de is fotóztam, ott mosolyogtunk rajta, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat itt. Kóstolni voltatok valamelyik udvarban? Nem, nem voltunk még, mert nem rég érkeztünk. Mert nem ide valóság vagyunk, 60-iak vagyunk. Értem. És a koncertet este a Hónajmi Régy koncert... Itt leszünk. Várjátok? Igen. És milyen programban voltatok benne a gyerekekkel? Hát még csak most érkeztünk igazából, úgyhogy szétnézünk még. Akkor a kóstolás még előttetek van? Már egyet kóstoltunk, a héjhalmit. És hogy ízlett? Nagyon finom volt. Tegnap jöttünk, de rokonoknál vagyunk. És udvarban, melyik udvarban voltatok bent kóstolózni? Egyelőre még csak a héhalomnak az udvarnál voltunk, így van. De majd tervezzük a többit. Kóstolózni valamelyik udvarban? Igen, voltunk. Ott a Kálujaknál voltunk, ott adtak ilyen kolbászt. Ezt megettük. Ez nem akarta megenni, az akarta mindig lefogyasztani magának. De nem engedtem neki. Úgyhogy inkább megettük. És várjátok az esti Irigy Hónagy Mirigy koncertet? Igen. Mink várjuk a legjobban. Hát, megmondom őszintén, jobban várnám a járók a Sándort, de mivel hogy meghalt, azt már várhassuk. De szeretjük. A Irigy Hónagy Mirigy, szeretjük. Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, elérkezett a várvalák pillanat. Hosszú idő után először újra a színpadot jelentő deszkákon az ember, aki túl sokat tudott, de már elfelejtette. Egy űrge, aki a szomszédja mellett lakik, valamint egy krapek, akinek a munkatársáit, a kollégája is. Őket követi egy mandró, aki dohányzik, és egy, aki nem. Itt van velünk egy asszony, aki ma este nem tudott eljönni. Majd jön valaki, aki addig aludt, amíg fel nem ébredt. Itt lesz velünk János, akit gyanénak betéznek. Utána jön egy falunbeli giriszta, aki fölvi. Végül fellép egy mackó, aki madrág, és egy macska, aki cápa. És aki mindezt bemutatja, egy csapat, egy zenekar, egy gang, egy brigád, egy team, egy group, egy boys and guys, és a neve alatt rögtön kilobban a színpadra, az Irigy Hónajmi! Szavaztok szépen, szépen mindenkihez! Én vagyok a sztár, bár a fáj,
tisztelt hölgyeim és uraim, és most, amiért ide jöttünk, amiért ez a mai nap megesett, ez a sok-sok esemény, ez a sok disztó kinyírták, és ezt a sok vélegzést még legjobban elgyűlötték, feldolgozták, megfőzték, megsütötték, és a legtöbb fiat mesemelték, ezzel megkapják a vándorkupát, polgármesterünk kezében az. Az nem más, Kupravetis csapat, Kaszámos csapat, és az nem más, mint a Kozár csapata! Gondolom jövőre ugyanitt. Persze, már ezt most tudom, hogy április 22-én jövőre Böllér Fesztivál Héjhalomba, a harmadik.